lehetett látni, hogy innen zubog és nőtt a csizmán a vízszint, onnantól kezdve senki nem volt itt. És tehát se polgárvédelem, se vízügyesek, ezt azt hiszem Zoli is meg tudja erősíteni, tehát senki nem volt itt. Magunkra voltunk hagyva. Hogy voltunk ebben a felszerelésben, mentünk be a derékig érő vízbe, nem beszélve az ujjunk odafagyott a másik ujjunkhoz, olyan ideg volt, 4 fokos volt a víz, és úgy hoztunk végül, és az egész volt. Mert tényleg kajából nekünk nincs hiány. De nem, hát kajából nekünk nincs hiány, tényleg a lakosságnak is tudunk adni kaját. Mert végül is rosszabb helyzetben vannak. Igen. A mai nap megkaptuk a jelzést, hogy hány ház van, amely összedőlt, hány ház van, amely romokban van. Még holnap leszek ki. Igen, hát ez szerintem folyamatosan, hogy a hegyről jönnek le az emberek, folyamatosan meg nem fognak jönni jelzések. Hogy jönnek a tulajdonosok, ugye? Persze. Van szám közötti vétel. Jó, köszönöm, küldök egy csapatotra csóval vétel. Térkép alapján víz alatt lévő részen egy ház feltett az
Istenre bízzük magunkat. Itt már izé, ember csak segít, de izé, ahogy izé már mindenfele a víz van, hát nem tudom, hogy lesz, mint lesz. Láttam a vizet, hogy ekkorát, hogy ilyen kár csapás az ember szenvedett, dolgozott, eddig hoztál, itt van, tönkre megy az ember. Síralom nézni.